A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. A mai műsorban megnézzük, hogyan zajlott az idei évad első táncházi eseménye, valamint a Burgundy légiparádé. Ezt követően beszélgetünk arról, hogy hogyan készítsük fel szervezetünket a hidegebb hónapokra. Tartsanak velünk! Kézműves foglalkozás, népi gyermekjátszó, Csikóbál. Új évad indult a Malom utcai táncházban. Már az első program is nagy népszerűségnek örvendett a látogatók körében. Gesztenyékből készültek díszek a táncházban szombaton. Ezzel vette kezdetét az idei évad. Többen is a Malom utcát választották szombaton este. Az Almádi család például azért, mert fontosnak tartják a hagyományok megőrzését. Arra gondoltunk, hogy hát, ha így a gyerekek megismerkedhetnek a néptánccal, és a jövőre nézve esetleg kedvet kapnak arra, hogy folytassák a népi hagyományainknak a gyakorlását. A táncházban az alkalmakhoz illő kézműves foglalkozásokkal, népi gyermekjátszókkal, tánctanítással és zenés táncos mulatsággal várják a családokat. Egy új elemmel bővült a repertoár, Csikóbálban robhatják a gyerekek. Alba Régió Művészeti Iskolának a csoportjai, a házigazdája egy órán keresztül a táncháznak, és a gyerek játszónál egy kicsit idősebb korosztályt megszólítva vonjuk olyan kicsit már komolyabb táncokba be a gyerekeket, ami mégse felnőtt táncház, de nem is a gyerek játszó, hanem a kettő között. Játékokkal, különböző olyan egyszerűbb táncokkal, tánctanítással, amivel igazából a szülőket is beszoktuk tudni vonzani, úgyhogy nagyon jól sikerült ez tavaly is. Utána pedig elindul a Németh Gergő vezetésével, Galiba zenekar kísér ugye végig a táncházban, Németh Gergő pedig vezeti a táncházat, aki ebből a fél évben felcsiki táncokkal fog foglalkozni az itt lévő gyerekekkel, felnőttekkel, mindenkit, akit be lehet ebbe vonni, és utána pedig elindul a megszokott szabad tánc, amiben folyamatosan azt beszéltük a Gergővel, hogy akit lehet megszólítani tánctanításba, azért megfogjuk. Tehát, hogy olyanok is jöhetnek bátran, akik mondjuk nem tudják a széki táncrendet. Pont ezért van a táncház vezető, hogy őket is bevonja, őket is tanítsa, és közben pedig elől, aki pedig már ismeri és szereti, az pedig szabadon mulathat. Az Alba Régia Táncegyesület a Malom utcai táncházban hónapról hónapra megrendezi hagyományos táncházait. A program során az egész család találhat magának megfelelő elfoglaltságot. A gyerekes szülők egyre bátrabbak, és nagyon jó, hogy utána a későbbi programokra is egyre tovább maradnak a kicsik, úgyhogy ezért is találtuk ki ezt a Csikóbát. A másik nagyon nagy vonzerő, hogy itt működik egy néptánc csoportvezetői tanfolyam, több mint 70 fővel, akinek nagyon nagy része az ország különböző messzi tájairól jön ide, itt alszanak, és ők is részt vesznek ebbe a mulatságba. És ezen kívül nyilván a Alba Régia Művészeti Iskola és felnőtt tagsága, az egy alap létszám, hogy itt van, de nagyon sok más táncegyüttesből meg helyi fiatalok jönnek, úgyhogy szép számmal össze szoktunk mindig gyűlni. A program során az egész család találhat magának megfelelő elfoglaltságot. Számos gépcsodában gyönyörködhetett a közönség a 29. Burgundy légiparádén. Az esemény mára már az egyik legnagyobb repülős rendezvényén nőtte ki magát. Ugye itt azért egy egészen más kategóriát láthatunk, mint majd az A2-es indulása. Az L-29-es Delfin repülőgép bemutatójával vette kezdetét a 29. Burgundy légiparádé vasárnap reggel a Burgundy repülőtéren. A látványos és nagyszabású programsorozaton a magyar repülés, a magyar repülőeszközök és a magyar honvédség légiereje is bemutatkozott. A légiparádé megnyitóján Szalai Bobrovnicki Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere mondott beszédet, melyben úgy fogalmazott, hogy a repülés csodája mindenkit elvarázsol. Minden alkalommal, meg kell mondanom őszintén, kisgyermekként magával ragad és megfog az a csoda, amikor egy ilyen hatalmas óriás a levegőbe száll,
és hát nyilván ezzel nem vagyok egyedül, mert tudom, hogy évek óta itt rengeteg ember megfordul, most is már így korai órán is sokan vagyunk, és még ezután is nagyon sokan leszünk. Mindannyian a repülés élménye, a repülés szépsége köt ide. És hát természetesen a repülés katonai értelemben is nagyon nagy jelentőségű. Látjuk a szomszédunkban dúló véres háborúban is, hogy aki a légteret uralja, az lényegében az egész harcteret, és azon túl talán az egész háború kimenetelét uralja. És a repülés folyamatosan versenyzésre kényszerít minket. Idő és technológia folyamatosan versenyzik, minél hamarabb, minél magasabb technológiára szert tenni, amivel lehetőleg elrettentjük az ellenfelet, vagy ha az nem sikerül, akkor sikeresen legyőzzük. Cserpalkovics András Székesfehérvár polgármestere köszönetet mondott a szervezésért az Albatrosz Repülő Egyesületnek, majd hangsúlyozta, hogy az önkormányzat segítségével a már meglévő mellett egy új hangár épülhet a Börgöndi repülőtéren. Korábbi megállapodásunkat tartva ez a forrást a város biztosítani fogja még az idei esztendőben, annak érdekében, hogy ez a hangár is megépülhessen, és többek között például annak a múzeumnak is otthonául szolgálhasson, ami lehetővé teszi majd, hogy kisovodásoktól kezdve fiatalok jöjjenek ide, ismerkedjenek a repüléssel, gyönyörködhessenek, és adott esetben itt döntsék majd el, hogy akár a polgári, akár a katonai repülés irányába lépnek majd, amikor egy kicsit nagyobbak lesznek. Ebben is, mint minden területen, jól működünk egyet az Albatrosszal, és ennek ez lesz az újabb, legékesebb bizonyítéka. A megnyitó beszédek után megemlékezés és koszorúzás következett a tavalyi bemutató során halálos balesetet szenvedett Rózsavölgyi Vilmos és Rózsavölgyi Árpád emlékére. A délelőtt folyamán, ahogy a repülők az égen, úgy gyülekeztek az emberek a repülőtéren, hogy megcsodálják a szebbnél szebb, különlegesebbnél különlegesebb repülőgépeket, helikoptereket és légi bemutatókat. Mindig is a repülés egyik fanatikusa voltam, nagyon szeretem a repülőgépeket, és már nagyon rég jártam itt, és most öröm ismét visszatérni sok év után, és akkor nézni ezeket a repülőket. Kár, hogy a parádéról kicsit lemaradtam, de még a délután itt majd megvárom és megnézem, mert kíváncsi vagyok. A helikopterek az én világom, helikopterezni szoktam is menni, illetve most éppen majd várom a pilótát megbeszélni, hogy a Delfinnel is fogok menni. A 70-es évektől az L-39 Albatrosz váltotta fel az L-29-est. A Delfin pilótájára pedig nem kellett sokat várni, Szakács Gábor szívesen állt a látogatók rendelkezésére, akik minél többet szerettek volna megtudni a repülésről és a már sokat emlegetett Delfinről. A gép az egy 1971-es gyártású, veterán sugárhajtású repülőgép. A magyar repüléstörténethez úgy kötődik, hogy ilyen repülőgépek 1964 és 84 között szolgáltak a néhai magyar, egykori magyar néphadseregnek a légierejében. 20 darab volt ilyen repülőgépből, nem ez a repülőgép, ez ugyanaz a típus, de nem olyan repülőgép, ami Magyarországon repült valamikor is. És hát a Goldtimer alapítványon keresztül, illetve a tulajdonos Komó Sky Kft-n keresztül próbáljuk ezt a repülőgépet, ameddig csak lehet repülőképes állapotba tartani. Szilárdi Dezső, az Albatrosz Repülő Egyesület elnöke elárulta, hogy az Egyesületre a jövő pilótáinak képzése szempontjából is komoly szerep hárul, hiszen már 4 éve aktív résztvevői a Honvéd Kadét programnak. Nekünk az a célunk és feladatunk, hogy minél több fiatalt vonzunk a repülésbe, hiszen mind a polgári repülés, mind a katonai repülés pilóta és műszaki állomány hiánnyal küzd. Nekünk itt a Börgöndi repülőtéren a kadétképzés, a fiatalok oktatása és az alapképzése a legfontosabb feladatunk. A Börgöndi légiparádé tehát kettős célt szolgál, hiszen a szórakoztatás mellett a szervezők nagy hangsúlyt fektetnek a pilóták következő generációjának képzésére, a jövőre nézve pedig mindez azt is jelenti, hogy a közönség még hosszú éveken át csodálhatja a megfelelő képzettségű pilóták bemutatóit Börgönd légterében. Beköszöntött az ősz, ezzel együtt pedig fontos, hogy a szervezetünket is felkészítsük a hidegebb hónapokra. Hogy mi mindenre kell odafigyelnünk, arról beszélgetünk Suplicné Tóth Mária táplálkozástudományi szakemberrel. Köszöntelek a stúdióban. Szervusz, köszöntöm a nézőket is sok szeretettel. Kezdjük akkor azzal, hogy mi az, amit így ősz elején megtehetünk, hogy védjük az immunrendszerünket, hogy felkészüljön mégiscsak a vitamin hiányos hónapokra, hogy mondjam így.
Igen, egyrészt nagyon fontos, hogy felkészüljünk a vitamin hiányos hónapokra, másrészt viszont egy nagyon fontos váltás ez a szervezet részéről, nagyon nehéz megélni a szervezetnek a nyárból az őszbe való váltást. Egyébként ez a legnehezebb. Tehát, hogyha valakinek valamilyen emésztőszervi problémája van, fekélyesedés, gyomor, bél vagy bármilyen probléma, ebben az időszakban biztos, hogy meg fogja ezt érezni, esetlegesen fellángol, vagy sokkal intenzívebbek lesznek a tünetei, és ez nem véletlen. Teljesen más, hogy működnek a sejtek egy nyári időszakban, és főleg az átmenet, ami nagyon nehéz. És a legnagyobb probléma most az idei évben az, hogy igazából, szerintem ezt te is tapasztaltad, hogy nagyon nem volt átmenet. Nem tehát volt egy, igen, volt egy 35 fokos hőség, és akkor eltelt egy nap vagy két nap, és akkor lett egy 14 fokos hőmérséklet. Hát ezt borzasztóan nehéz tolerálni. És ugye minden ilyen változást stresszként él meg a szervezet. És minden, ami stressz, az az immunrendszer feladata, hogy ezt kezelje, és valamilyen szinten kiegyensúlyozza. És ahhoz, hogy az immunrendszerünk ezt meg tudja tenni jól, ahhoz, jól mondtad, hogy nagyon-nagyon oda kell rá figyelni, fel kell erősíteni, és egyáltalán tudomásul kell venni, hogy van. Mert nagyon-nagyon sokszor ez nem is teljesen világos, hogy akkor én most ezzel foglalkozzam és törődjem. Pedig az életünket, leginkább az egészségünket, a gondolkodásunkat, minden egyéb más tevékenységünket az immunrendszerünk miensége határozza meg. Az immunrendszerünket többféle módon lehet erősíteni. Ugye van a vele született immunrendszer, a szerzett immunrendszer, attól rendszer, hogy több helye van a szervezetben, a vastagbereg körüli plakkok, a csecsemő mirigy, a különböző hormonok, tehát nagyon-nagyon összetett dolog, ezért összetett módon lehet és kell is erősíteni. Ugye mondtad, hogy stressz éri a szervezetünket ilyenkor, a stresszel is foglalkozunk el ilyenkor, hogy azt száműzzük, vagy mire kell gondolni? Mindenféleképpen, hogyha érezzük, hogy nehezebben tudjuk a stresszt kezelni, az erős frusztrációs, az erős igénybevétel, tehát akkor jó, hogyha az alapként a stresszt próbáljuk meg lecsendesíteni. Nagyon sokféle természetes mód van erre, sokféle gyógynövény van erre, amiket lehet használni, de hogyha a stressz folyamatosan jelen van a szervezetünkben, akkor azt gondolom, hogy hiába tömjük magunkat különböző vitaminokkal, akkor se tudjuk igazából megvédeni magunkat. Tehát ami generálja az immunrendszer csökkenését, hát ha megszüntetjük az okot, akkor megszűnik a tünet. Tehát ha én stresszes vagyok, ráadásul jön egy évszakváltás, akkor mindenféleképpen figyeljek oda arra, hogy ezt kezeljem. És aztán, hogyha ez megtörténik, akkor utána lehet a vitaminokkal dolgozni. Milyen vitaminokkal ajánlod dolgozni akkor? Vannak alapvitaminok. Az alapvitamin, a C-vitamin. Most már szerencsére ez talán mindenki számára világos, hogy C-vitamint szedni kell. Abszolút megborult már az a tétel, hogy én a táplálkozásommal ki tudom egyensúlyozni a szervezetem szükségleteit. Sajnos igen. Nagyon sok összetevője van ennek. Indulhatnánk a talajtól, hogy már a talajban nincs semmi, abban a növénybe innentől fogva már nem is tud generálódni olyan vitamin, ami számunkra szükséges lenne. Azon kívül, amikor már szállítják a gyümölcsöt, csökken a vitamin tartalma. Az almának a vitamin tartalma attól csökken, hogyha én elvágom. Már akkor feleződik, és sajnos nincs is már benne. Tehát a jelen körülmények, ennek a kornak a meghatározó körülményei indokolta teszik azt, hogy pótoljuk a C-vitamint. És ugye a C-vitamint nem tudjuk mi szintetizálni, ellentétben egyéb más fajokkal. Egy csomó állat tudja, a tengeri malac, és mi emberek nem tudjuk szintetizálni, tehát muszáj kívülről bevinni, és ráadásul a C-vitamin nagyon-nagyon sok energiatermelő műveletnek is, és nagyon sok mindennek a kofaktora a szervezetben, tehát egy nagyon fontos dolog. Sokszor meg szokták tőlem kérdezni, és egyébként jogosan is, hogy mennyit szedjünk, mennyit C-vitamint szedjünk.
Mert ez ugye egy nagyon érdekes kérdés. Erre nincs egy, nem lehet ráhúzni egy ilyen általános szabályt, mert nagyon sok minden függ attól, hogy dohányzol, vagy nem dohányzol. Ha dohányzol, sokkal több C-vitamint kell elfogyasztani. Egy szál cigaretta 100 mg-nyi C-vitamint emészt fel a szervezetbe. Tehát ha Isten ne adja valaki elszív 10 szál cigit, akkor az már 1000 mg C-vitamin, és akkor csak azt vettem be, amit elpusztítottam. A szervezet működéséhez még semmit nem tettem hozzá. Nem mindegy, hogy milyen munkát végzek, milyen fizikai aktivitással, férfi vagyok, nő vagyok, gyerek vagyok, felnőtt vagyok, milyen a súlyom. Általában véve azért azt lehet mondani, hogy ahogy ezekben az időszakokban azért 1000 mg-nyi C-vitamint kell egy felnőtt szervezet számára bevinni, ahhoz, hogy optimális legyen a működés. Sokszor hallani, hogy nem lehet túladagolni a C-vitamint, ez valóban így van, vagy ha mégis túladagolnánk, akkor arra hogyan reagál a szervezet? Igen, hát ez megint egy érdekes kérdés, hogy visszakapcsolódik az előzőekhez, hogy mi az, hogy túladagolás, kinek van túl, kinek nincs túl. Ez is nagyon érdekes, de a C-vitamin egy vízoldékony vitamin. Tehát a szervezetben nem kumulálódik, nem összegződik, nem rakódik le. Viszont, hogyha több C-vitamint viszünk be a szervezetbe, mint az igény, akkor azt a vesének kell kiüríteni, és a vesének kell kiválasztani. És vannak olyan extrém esetek, ezek azért nem mindennapos esetek, amikor valakinek kálcium felszívódási zavara van, tehát a vérben sajnos több lesz a kálcium, mint a szükséglet, és erre egy nagy dózisú C-vitamint el kell szedni, akkor ebből esetleg alakulhatnak ki vesekövességek. De ez nem jellemző, ez nem egy általános dolog. És emellett még most beszéltünk a C-vitaminról, milyen vitaminok szükségesek még? Esetleg D-vitaminra ilyenkor mekkora szükség van? Igen, hát a D-vitaminra nagyon nagy szükség van, legalább akkora szükség van rá, mint a C-vitaminra. Én egyébként erre a két vitaminra szoktam mindig azt mondani, hogy ezek 365 napos vitaminok. A D-vitamint én nyáron is ajánlom szedésre, nyilván kisebb dózisban. Ebben az időszakban, amikor már aztán nem tudunk a nappal töltekezni, ami egyébként az se teljesen valós, mert az sem igazán megfelelő, de már az sincs, akkor mindenféleképpen pótolni kell. Itt is, hogyha egy ilyen általános dózist mondok, az a 4000 nemzetközi egység per nap. Általában orvosok egyfajta készítményt szoktak fölírni, az 3000 nemzetközi egységnyi per nap. Az is azt mondom, hogy legalább már valami, de nagyon fontos a gyerekekre odafigyelni. Amikor fejlődésbe levő gyerek, főleg a pubertáskori gyerekek, akik képesek egy hónap alatt nőni 5 centit, vagy még többet, tehát ott nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy a D-vitamint megfelelő mennyiségbe adjam azért, hogy a kálcium beépülés ne legyen akadályozott, hogy a csont tömege, az megfelelő legyen, mert ugye az sajnos egy olyan 20-22 éves korig nő, a csonttömeg erős, utána már csak fogy. Most beszéltünk itt a vitaminokról, de gyógynövények formájába be lehet-e vinni ezeket a szükséges vitaminokat, illetve milyen pluszt adhat még nekünk? Hogyne, hát maga a vitaminokat ugye a táplálkozásnál is figyelembe kell venni. Tehát az, hogy ilyenkor abban az időszakban, amikor már nincs friss zöldség, akkor azokkal az élelmiszerekkel próbáljak meg kicsit pótolni, ami rendelkezésünk rá áll. Ilyenkor ugye a cékla, a káposzta, a kell levél, a kell bimbó, ezek nagyon fontos dolgok. Ilyenkor én például a petrezselyem. A petrezselyem az valahogy annyira perifériára szorult, pedig a petrezselyem egy csodálatos növény, tele van C-vitaminnal, sokkal magasabb a C-vitamin tartalma, mint a paprikának például. És azért a téli időszakban, hogyha valakinek van szerencséje, hogy azért most már talán nagyjából mindenkinek van mélyhűtője, el lehet tárolni mélyhűtőben a petrezselyemet, és azért inkább javasolok egy petrezselyemes kacsazsíros kenyeret reggelire, mint hogy egy olyan paprikát, amit Marokkóból, meg nem tudom innen-onnan hoztak, ki tudja milyen peszticid származék, permetszer, stb. Található benne. Tehát azért próbáljuk meg egy kicsit a táplálkozásunkat is a mi saját zöldségeinkre irányítani, és azt preferálni viszont sokkal-sokkal többet, mint amit az átlag ember
ember egyébként elfogyaszt. Igazából 1/2 kiló zöldséget kéne elfogyasztanunk naponta ahhoz, hogy megfelelő ellátottságunk legyen. Egyébként a Mirelit is jó, mert ugye nagyon jó most már a technológia, gyorsan lefagyasztják, azért az élelmi értéke megmarad. De a gyógynövények terén is nagyon széles, tényleg nagyon széles, most már, hát nem véletlen, ahogy alakulnak egyre inkább a műdolgok, a műétel, a mindenféle adalék, a mindenféle színezék, nagyon sok betegség van. És ez a kutatókat is inspirálja. Nagyon sok olyan gyógynövényt kezdtek el vizsgálni, amit aztán később hasznosnak találtak, mint immunerősítőt. Az echinácia purpurea, vagy kasvirágnak is hívják. Szerintem nagyon sokan ismerősnek találják a nevét. Kifejezetten jó ilyen időszakban megelőzésre is, tehát prevenciós céllal is, de akut problémánál terápiás célra is, csak nyilván az adagolás más. De ilyen például a grapefruit mag kifonata is. Rendkívül jó feltöltenítő, de az oregano olaja is. De ha az oregánót, ha már csak fűszerként használom a konyhában, már akkor nagyon sokat tettem annak érdekébe, hogy megpróbáljam az ártó baktériumok túlszaporodását egy kicsit visszaszorítani. Mi a teendő akkor, hogyha megbetegedtünk, ilyenkor mennyivel kell növelni a vitaminadagunkat? Mindenféleképpen jó, amit mondasz, hogy növelni kell. A C-vitamint abszolút igen, a C-vitaminnak van erős baktériumölő hatása is, azon keresztül, hogy azokat a bizonyos katonákat, ami az immunrendszer rendelkezésére áll, azoknak a mennyiségét szaporítsa, és így tudja természetes módon pusztítani a betolakodó vírusokat. Tehát akár 2-3 000 mg-ot lehet ilyenkor elfogyasztani. A nagyon sok gyógynövény is rendelkezésünkre áll, akut esetben is. Tehát amit nem, mondjuk a kasvirágot, amit azt mondtam, hogy prevenciós célra, akut esetben 5-6 is lehet alkalmazni. Tehát ha én megelőzni akarok valamit, felnőtt emberről beszélek, naponta 2-20 kasvirágot csepegtetek a vízbe, és megpróbálom magam megvédeni. De nyilván, hogy ettől még lehetek én beteg, sajnos ezek a vírusok, mert annyira erősek és mutáltak, hogy nagyon nehéz ellenük védekezni. Ha bekövetkezik a baj, akkor 5-6 is lehet ezekből a cseppekből alkalmazni, ugyanúgy a grapefruit mag kivonatából is, az oregánóból is, de vannak nagyon sok olyan gyógynövények, amelyek a felső légúti problémáknál köhögésre is hatnak, például a jól ismert lándzsásúti fű, vagy az orvosi zilíz, vagy a májva, a nagyon sok ilyen gyógynövény van, nagyon sok keverék van például, amelyeket biztonsággal, és ezeknek azért az a nagyon fontos előnye, hogy ha csak nincs egyéni allergia, akkor nincsen mellékhatása. Tehát például a grapefruit magolaja is egy antibiotikus hatású csepp, anélkül, hogy az antibiotikum negatív hatásait hordozná magába. Vannak kombinált, tényleg olyan kombinált cseppek, amelyek sajnos a COVID megtanította velünk azt, hogy védekeznünk kell, és oda kell magunkra figyelni, mert ha mi nem védjük magunkat, senki nem véd bennünket. Ezért a termékfejlesztők is ezt követték, és nagyon sok kombinált készítményt is hoztak forgalomba, úgyhogy ha valaki sajnos ebbe a helyzetbe kerül, akkor gondoljon arra, hogy van nagyon sokféle gyógynövényes segítség. Természetesen azért még jobb, hogyha ezeket a betegségeket kikerüljük. Ez a cél. Igen, és megfelelő mennyiségű vitamin fogyasztunk. Köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy itt voltál. Köszönöm én is. Ez volt már az Együtt magazin, tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.